Varjú Olga egyszemélyes színháza jelentkezik a Móricz Zsigmond Színházban december 3-án este 19 órakor a Kródi Kamarában. Varjú Olga az előadó, a Bárka Színház művésze és a nyíregyházi közönség egykori kedvence, Domján Edit díjas művésznő. Köszöntöm itt a telefonvonal túlsó végén. Ez egy női előadás, egy női est lesz? Így van, a szerző Kis Anna, az ő Macska Prim kalapos hölgye, a monodráma egyik részének a címe. A másik fele, azokat én válogattam össze, és megpróbáltam úgy összefűzni, hogy egy gondolatmenet nyomán követhetően egy nő életéről, vagy egy nő problémaköréről szóljon. Ugye a Macska Prim kalapos hölgy az már egy kész monodráma, csak az egy körülbelül 20 perces szöveg. Úgyhogy ezért úgy gondoltam, hogy kiegészítem, és azt gondolom, hogy egészen jól sikerült. Tehát vannak benne olyan versek, illetve szövegrészletek, amik engem nagyon érdekeltek és megfogtak, és akkor úgy gondoltam, hogy egy színpadi térbe rakva meg tud szólalni egységesen. Aztán majd eldöntitek, hogy igen vagy nem. Az életunt magányos nő vívódásait mutatja az irodalom szerint a másik idő, egyébként Kis Anna 9 kötetből válogatta ezt az anyagot. Te vagy ez, akiről szól ez az est, vagy az érzés csak a tiéd? Mivel ugye én csinálom, tehát nagy részt azt gondolom, hogy rólam szól, persze Kis Annáról is szól, hiszen írta a szöveget. De hát az ember a szájára veszi ezeket a szavakat, és akkor valahogy az övé kell, hogy legyen. Ez egy szomorú este lesz, művésznő? Nem, egyáltalán nem szomorú. Nagyon sok humor is van benne, szerintem. Az egyik felében lesznek mesék, amit Kis Annának a nagyon sajátos módján történő mesék, és úgy gondolom, hogy a formát, amit mi találtunk hozzá, az kifejezi ezt a fura világot, amit ő mese alatt ért. Aztán lesz benne egy olyan szövegrészlet, ami egy leszámolás, vagy egy visszaemlékezés egy elmúlt kapcsolatra, amiből ugye az egyik az kihunyt, elhunyt, és hát ilyen értelemben komoly dolgokról van szó, de mégis azt gondolom, hogy nagyon ironikus, nagyon finom humorra látszik dolog maga a szöveg is, és hát én is igyekeztem nem komorra hangolni. Te hogyan érzed manapság magad a bőrödben? Hát változó, van, amikor nagyon rosszul, van, amikor megrepkedek, úgyhogy ez a két véglet van mostanság, de nagyon-nagyon bizakodó vagyok egyébként mindennek ellenére. Művészként vagy nőként éled ezt a kettőséget? Hát ezt nem tudom, hogy szét lehet-e választani, illetve hát igen, talán szét lehet és szét is kell, nem tudom. Nekem alapvetően a színház ugye az egy eszköz, tehát ez a munkám, a hivatásom, de azért ez nem azt jelenti, hogy a színház mindenek felett. Tehát éppen, hogy az ember idősödik, egyre inkább ezt érzi, hogy nem feltétlenül. Az a hely, ahol minden áron és mindenképpen és mindent oda kell vinni. Persze mindent oda lehet rakni, de nem ott kell kiélni, azt gondolom. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az ember milyen párbeszédet folytat magával, hogy mondjam, és hogy mennyire van jóban saját magával, és ehhez nem mindig ad segítséget a színház. Sokszor még megnehezíti a helyzetet, mert ugye olyan dolgokkal is foglalkozni kell, ami akár nem is az enyém. Tehát legtöbbször nem az enyém, és akkor valahogy magamra kell húzni. De ez az az este, amikor szívesen fölvállalod ezeket a gondolatokat? Így van, hát hiszen ezeket én választottam, tehát ezt nem tukmálta rám senki, én találtam ki, én válogattam, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel egy csomó minden talán a saját problémáimból is talán át tudok világítani ezzel a szöveggel, vagy ezzel a munkával, ezzel a játékkal. A színésznő ugye a színházban él kellékek, díszletek és jelmezek között. Hozzátok azokat a tárgyakat, jelképeket magatokkal, amivel a Bárka Színházban megszületett ez az előadás? Igen. Hát szerintem egy nagyon szép színpadképet csináltunk, nagyon szép teret, és persze kellenek azok a tárgyak, azok az eszközök. Itt is csinálom, igen, mindent viszünk. Illetve hát ugye a tér az, nem fogunk mindent megépíteni, mint ahogy a Bárka Színházban van. Úgyhogy egy picit más lesz, a tárgyak ugyanazok lesznek, de ugyanazt nem tudjuk felépíteni. Már a falakra gondolok meg, a Bárkán van egy ilyen pici színpad, a mi színpadunk mögött. Tehát amit mi felépítettünk, a mögött van egy pici színpad, amire
föl kell lépni. Na most ez Nyíregyházán nem lesz, de ott kitaláltunk mást helyette, amire szintén föl lehet lépni, és ami nem színpad, hanem egy ilyen keret. A szerző Kis Anna, babérkoszorús költőnő, írónősű drámái is megjelentek már. Hogyan fogadta ezt a produkciót? Jól fogadta. A bemutatón látta először, tehát még nem vontuk be őt a munkába, nem is kérte, nem is kívánta, bár előtte beszélgettünk, meg megmutattam neki, hogy mikre gondolok, hogy fésülöm össze ezt a kétfajta szöveget, vagy háromfajtát, és nagyon, nagyon megértő volt, és azt mondta, hogy rám bízza, tehát hogy ne legyenek skrupulusaim, csak nyugodtan dolgozzak vele. Aztán a bemutatót megnézte, egy kifogása volt, hogy az eleje az egy kicsit számára nem volt elég könnyed. Aztán megnézte a második kifogást, ugye ebből még csak összesen kettő volt, és akkor már elégedett volna. Mi volt az utolsó előadás, amit itt Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Színház Krúdi Kamara színpadán játszottál? Talán a Cselédek, ha jól emlékszem? A Cselédek után még volt Oidipusz. Emlékszel-e még az itteni hangokra, illatokra, színházi szagokra, fényekre? Tehát hazajössz tulajdonképpen most ide Nyíregyházára? Minden évben, egészen tavalyig előfordultam Nyíregyházán, mert az Anconai szerelmeseket minden évben felújítottuk és játszottuk úgy karácsony tájékán valamikor. Úgyhogy én évben voltam azóta is. Hát most is ez a következő év, mert tavaly, azt hiszem, tavaly nyáron játszottuk a szabadtérén, igen. Az Anconait, az utolsót, úgymond, és mint hallom, most elkészült a második rész. Így van. A kolléganőt Spolarics Andrea egy személyes színháza a vízzel szemben követi a 19 órási előadást, őt nyilván láttad már. Mit ígér ő? Hát az a helyzet, azt ígéri, hogy megnéz engem egyrészt, mert hogy nem tudtuk egymást megnézni. És én meg azt ígérem neki, hogy én meg fogom nézni őt az előadásom után, mert egész egyszerűen nem volt rá alkalmunk, hogy megnézzük egymást. Sajnos, mert állandóan egyszerre próbáltunk. Annyit tudok róla, hogy ő írta három társával együtt. Ez egy mai nő, interaktív a dolog, tehát sok az improvizáció benne, énekel is benne, azt is tudom. Nálunk például a büfében játszotta, a lenti színházi büfében. Itt is a büfében lesz. Ott is, Nyíregyházán is ott fogja játszani.